Csókolom, jó estét, magyarok! Üdvözlöm szeretettel Önöket, köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak a műsorba, és azon laza mozdulattal rögtön üdvözlöm szeretettel, köszöntöm Dúró Dórát, csókolom a kezét, képviselő asszony. Jó napot kívánok! Csókolom, az a helyzet, hogy napok óta követem én ezt a diskurzust, amit folyik a Jobbik környékén, meg a Jobbikon belül. Egy kérdés van igazán, ami bennem nagyon motoszkál, és arról igazából nem esett szó. Nyilván nem foglalkozott különösképpen azzal, hogy ki, már konkrétan mondjuk én például kire szavaztam, én most legutoljára a Jobbikra szavaztam, és őszintén szólva önnek ebben őrült nagy szerepe volt. Azon kevesek közé tartozott néhány héttel ezelőttig, ugye akik kulturálisan, intellektuálisan, szellemileg, felkészültségében számomra hitelessé tette a Jobbik néppártosodását, úgymond, és egyébként az a néppárti jelleg, ami érdemben tartalmilag is úgy nagyjából összeállt a fejembe, ahhoz ennek rettentő sok köze van. Most azt mondja meg nekem, hogy mi történt azóta. Mert azért mondja meg nekem, hogy mit mondott akkoriban az értelmiségi holdudvar potenciális jelöltjeinek, hogy miért csatlakozzanak a Jobbikhoz? Hát van egy olyan világos értékrend, amelyen én úgy gondolom, hogy nem szabad változtatni, akkor sem, hogyha a politikai taktika akár ezt megköveteli. Tehát én úgy gondolom, hogy nemzetstratégiai kérdésekben nincs helye pártpolitikai mérlegelésnek, és hogyha ezzel az értékrenddel tud azonosulni akár egy értelmiségi, akár egy olyan szavazó választó, aki nem értelmiségi, akkor természetesen nagyon örülünk neki, hogyha a közösségünkhöz csatlakozik. Hát én azt értem, de hogy ha érdemben válaszolna arra a kérdés, hogy mi változott, hiszen ön meggyőzött engem is és másokat is, és most arról igyekszik meggyőzni ön is, meg Torockai is, ha úgy tetszik, hogy az az út, amit eddig követtek, de hát mondjuk a torockai kisebbségben volt politikailag, de önben mi változott meg, hogy most azzal a folyamattal szembe megy, akárha akkor is egyébként, amikor elvállalt az elnök helyettesi jelölést, de hát az emberrel elő szokott fordulni, hogy politikai vereséget szenved el. És mi vezetett ehhez a konfliktushoz tartalmi értelemben? Mert erről nem beszél senki. Én úgy értem, hogy nem csak politikai okai voltak, hanem emberi, személyes, illetve vezetésbeli kérdések is voltak, illetve azért azt hozzá kell tenni, hogy bár a kommunikációban én valóban nagyon sokat részt vettem a néppártok esetében is, de ott politikai döntéseket én nem tudtam hozni, illetve belső kommunikációs fórumokon tudtam elmondani, hogyha valamivel nem értek egyet. Ugyanakkor, mivel egy közösségnek a tagja voltam, ezért fegyelmezetten végigcsináltam. De Dóra, ön nem csak fegyelmezett volt, nagyon meggyőző volt. Amiket én akkor mondtam, azokat a kijelentéseket most is tudom vállalni, de voltak olyan kijelentései más jobbikos képviselőknek, vagy politikusoknak, amelyeket én akkor is rossz tallással figyeltem, és akkor is úgy gondoltam, hogy nem érdemes megváltoztatni a Jobbiknak mondjuk a 2014-es választási programját, mert az a mai betűig, a mai napig minden betűje annak érvényes. Ugyanakkor hát akkor ezt egy belső vitában Mirkóckit le lehet szavazni, meg el lehet neki mondani, meg aztán a mirkózás is lesz. Én igyekeztem mindent megtenni azért, hogy ez a pártszakadás ne jöjjön létre. Tehát amit ön említett itt, hogy belső fórumokon próbáljuk ezt megbeszélni, én mindent megtettem azért, hogy ez így történjen. Még akkor is, amikor már nagyon sokan a tisztulítás után ki szerettek volna lépni a Jobbikból. Én a békére törekedtem, és egyébként ehhez a platformhoz is azért csatlakoztam, hogy lebeszéljek mindenkit arról, hogy kilépjen. Most már ezt másképp gondolom nyilvánvalóan, hiszen velem szemben is retorziót alkalmaztak, aki pedig úgy gondolom, hogy semmit nem követtem el, egy koncepciós eljárás zajlik. De hát azt, jó, azt, hogy én mit hiszek, vagy mit nem, az tök mindegy. De hát a dolog eljutott odáig, hogy ön halványabban, de Torockai nagyon határozottan itt hazaárulásról, nemzetárulásról beszél a Jobbikkal kapcsolatban. Ön is egyébként az esküje kapcsán azt mondta, ugye, hogy az eskünek az is szövege, hogy megvédi nemzetét a hazugságtól. Akkor az elmúlt hónapokban a Jobbik, az önnel az élen folyamatosan hazudott, és be vagyok nagyon csapva. Nagyon fontos ez a kérdés, amit mond, mert én a hazug jelzőt azt az eljárásra, a velem kapcsolatos eljárásra értettem itt a Jobbik kapcsán. Na jó, én azt értem, de azért egy kicsit szerénytelen dolog önmagát a nemzettel azonosítani, nem gondolja? Nem azonosítottam ilyet. Azt mondtam, hogy az esküvnek az is része, hogy a nemzetemet szolgálom, és a hazámhoz leszek hűséges.
és megvédem a nemzetemet a hazugságtól és a szolgaságtól. És a kongresszus után, a kongresszus után kialakult vezetés ezek szerint egyébként nem akarja a nemzetet szolgálni? Hát ez számomra most már kérdéses, hiszen hogyha a Jobbikot, mint egy olyan pártot tekintjük, amelynek az integritására, az egybentartására figyelnünk kellett volna, és nem üzenjük azt azoknak a tagoknak, vagy képviselőknek, akik Torockaira szavaztak, hogy nekik nincs helyük a Jobbikon, akkor én úgy gondolom, hogy igen, nem szolgálja a nemzetnek az érdekét, hogy a Jobbik, amelyik eddig felvállalta a nemzeti értékrendet, az gyengüljön. Most már én úgy látom, hogy... De mit tud nekem mesélni, és akkor gyorsan befejezzük. Mondja már meg nekem, hogy úgy egyébként mi az a stratégiai program, amivel a Torockai féle programot össze lehet foglalni. Amit én olvastam idáig az elmúlt évtizedben arról, hogy mit képviselt ő személy szerint is a magyar jelentől kezdve, ha úgy tetszik, a polgármesteri funkciójáig, a határőrizeten kívül az nyíltan és egyértelműen a demokratikus intézményeket tagadja, és egy állampárti modellben gondolkodik. Én olvastam a magyar jelent, és ugye azokat a publicisztikákat, és azt a politikai programot, a Hunnia programját is, tehát tudom kontextusba szemlélni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Ön mit látott meg? Mi az a politikai program, ami nem egyeztető őt a Jobbik programjával? Ezek, amiket ön elmondott, ezek ilyen sztereotípiák, amelyek nem igazak Torockai Lászlóval kapcsolatban. Én bennem egyébként nagyon sokáig éltek ezek a sztereotípiák, de én most már teljes mértékben meggyőződtem arról, hogy egy demokratikus modellben gondolkodó emberről van szó, és én úgy gondolom, hogy az a döntő különbség a Jobbik jelenlegi politikája, vagy a néppártosodásbeli politikája és a mi elképzeléseink szerint, hogy nemzetstratégiai kérdésekben politikai taktikának szerintünk nincsen helye. Tehát vannak olyan kérdések, mint a demográfia, de ön említette a határőrizetet, a migráció kérdését is, amelyekben nem mérlegelhetjük azt, hogy most a Fidesznek jót teszünk, hogyha megszavazunk egy javaslatot, vagy nem teszünk. Na de mikor csinálta olyat a Jobbik az elmúlt időben? Ugye a letelepedési kötvény körül volt egy vita, mérőn egyetért azzal, hogy azokat, akik, tehát most legálisan, ha az üzletei érdekei úgy kívánják a jobb határok. Igen, de az alaptörvény módosítás egy magasabb szintű jogi védelmet biztosított volna, tehát ha már erre konkrétan rákérdezett, akkor igen, én úgy látom, hogy az alaptörvény módosításnak a nem támogatása a Jobbik részéről, az egy hiba volt. Hát akkor éljenek a tolvajok. Köszönöm szépen, Dóra. Egy élmény volt. Csókolom a kezét. Köszönöm, minden jót, viszont hallásra.